Április 3-án választott az ország. Mint mindenhol, Püspökladányban is reggel 6 órakor nyitottak a szavazókörök, és 11 órára a szavazásra jogosultak, több mint 28%-a leadta voksát. Ekkor kérdeztük meg a püspökladányiakat arról, hogy milyen eredményre számítanak a választás kapcsán, és mit gondolnak a népszavazásról. Részt veszek minden választáson. Miért tartja fontosnak? Ez egy olyan lehetőség, amikor beleszólhatunk a jövőnkbe, és azért ezt fontosnak tartom, hogy azért mi alakítsuk már a sorsunkat, hogyha van rá mód és lehetőség. Milyen eredményre számít? Szerintem erőteljes kormánypárti győzelem várható. Hát a kispártokat meg majd meglátjuk. A gyermekvédelmi népszavazáson is? Természetesen. Erről az ügyről mit gondol egyébként? Fontos ugye a jövővédelme, a gyerekek védelme. Elég szomorú, hogy ezt nekünk kell ugye megszavaznunk, hogy ez nem egyértelmű bizonyos embereknek. Részt szokott-e venni mindig a választásokon? Igen, minden esetben. Miért tartja fontosnak a részvételt? Hogy élhessek szavazati jogommal. Ez számomra fontos. Milyen eredményre számít? A Fidesz győzelemre. A gyermekvédelmi népszavazáson is részt vett? Igen. Mit gondol a gyermekvédelmi népszavazásról? Számomra ez túl kézenfekvő, ez a napnál is világosabb, hogy a nemet kellett, hogy beükszeljük. Fejreállt a világ, sajnos. Szeretném kérdezni, hogy volt-e már szavazni? Igen, most jöttem onnan. Mindig részt vesz a választáson? Mindig, igen. Miért tartja ezt fontosnak? Fontosnak tartom. Fontosnak tartom, mert azért sok minden dől el, főleg most ezen a szavazáson. Milyen eredményre számít? Hát jó eredményre számítok, hogy józan és fölőkerekedik, erre számítok. A gyermekvédelmi szavazáson részt vett? Részt vettem azon is, igen. Arról mi a véleménye? Hát van egy véleményem, jó, hogy szavazunk róla. Részt vettek-e a választáson? Igen, onnan jövünk. Minden választáson mindig részben? Elmegyünk, igen. Miért tartják fontosnak? Hát azért, mert úgy gondoljuk, hogy a mi saját, de inkább az utódaink jövőjét befolyásolja az, hogy milyen eredmény születik. Emiatt. Milyen eredményre számít egyébként? Hát ezt nehéz lenne jósolni. Inkább azt mondom, hogy mit remélek, hogy a Fideszt elküldjük. Talomba tesszük. Ezt remélem, hogy így lesz, nem tudom. A gyermekvédelmi szavazáson részt vettek? Én például érvénytelennek csináltam a lapot, mert azt egy nagy marhaságnak tartom, azt népszavazás elé tenni egy ilyen kérdést. Pláne ilyen összefüggésben, hogy ott szerepelt. Részt vette a szavazáson? Igen, most onnan jövök. Mindig részt szokott venni mindig, a választáson? Mindig, igen. Miért tartja fontosnak? Hát nagyon fontosnak tartom, mert nem mindegy, hogyha ki lesz a vezetőnk a továbbiakban. Milyen eredményre számít? Hát ha ki lehet mondani, én mindenképpen Fidesz támogatom. Gyermekvédelmi népszavazáson részt vett? Így van. Mit gondol az ügyről? Hát teljesen nemet húztam mindenhová. Keserű Lászlót, a helyi választási iroda vezetőjét a délután folyamán kerestük fel. Keserű László kérdésünkre elmondta, Püspökladányban rendkívüli esemény nem történt, a részvételi mutatók pedig az országos átlag körül mozogtak. Napközben, úgynevezett napközbeni jelentések vannak, ami kötődik a 7 órához, a 9 órához, a 11 órához, 13 óra, 15 óra. Ez a legutolsó volt most, amikor a kollégáim jelezték a részvételi arányt. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a reggeli órában a legelső jelentésnél jobbak is voltunk, mint az országos átlag. Azóta az országos átlag körül mozgunk, illetve egy pár tized százalék elmaradásunk van, de ott mozgunk, ahogy az országos átlag is van. Az első jelentésnél 2%-os volt a megjelenési arány, a második jelentésnél 11%-ot meghaladó, a harmadiknál 28% körül mozgott, a negyediknél pedig 40,8%, és a legutolsó jelentésnél pedig 52%. A országgyűlési képviselő választások vonatkozásában 2-3-4 tized de magasabb a részvételi arány, mint a népszavazásnál. Ez azt jelenti, hogy annyival kevesebben veszik át a népszavazási szavazólapot, de ez a két külön választási típus is nagyjából azonos magasságokban mozog. Keserű László elmondta, végleges eredményekről csak késő éjszaka lehet biztosat mondani, hiszen a népszavazás miatt megnyúlik a szavazatszámlálás időszaka.
19 órakor zárnak az urnák, és azt követően pedig a bizottság nyilván először a urnákon kívüli választási dokumentumokkal foglalkozik, tehát a fel nem használt szavazólapokat, rontott szavazólapokat kötegeli, elcsomagolja, lepecsételi, aláírják, és ezt követően kerülhet sor a urnáknak a felbontására. Ez nyilván takarja a mozgó urna felbontását, ahol volt mozgónázás, és a nagy urnáknak a felbontását, ezt követően pedig a borítékok bontása, a szavazólapoknak a csoportosítása, és a csoportosítás követően pedig a szavazólapok, az érvényes szavazólapok alapján a választási szavazóköri eredménynek a megállapítása fog megtörténni. Lehet-e jóslatokra bocsátkozni, hogy ez időben körülbelül mikorra tehető, tehát mikorra várható eredmény? Hát nehéz megjósolni, mint ahogy mondtam is, 52% volt az utolsó jelentésnél, ez a 3 órás jelentés volt, van még 4 óra hossza hátra, biztosan még jelentős számban fognak a választópolgárok az urnák elé járulni. Megjegyzem, már most a hasonló időszakhoz viszonyítva többen jelentek meg, mint a legutolsó országgyűlési képviselő választáson. Azt is tudjuk, hogy 2 választási eljárás folyik, 2 választási típus a országgyűlési képviselő választás, ami 2 szavazólapot akar, illetve a népszavazás is. Azt is tudjuk, hogy a szavazatokat minden egyes választási típusnál legalább 2-szer meg kell számolni. Tehát én azt gondolom, hogy bele fog nyúlni a éjszakába, átcsúszhatunk, és véletlenül át is fogunk egyes szavazóköröknél csúszni a holnapi napra, de ez nem probléma. Én arra kértem a kollégáimat is, meg a bizottsági tagokat is, hogy időnk van, nyugodtan, pontosan, higgadtan, szabályosan és hibátlan, precíz munkát végezzenek. Nem kell kapkodni, nem kell sietni. Nekünk a választási eredményeket megállapító szavazóköri jegyzőkönyveket holnap április 4-én legkésőbb 10 óráig kell Szoboszlóra átvinnünk. Ahogyan arra számítani lehetett, valóban éjfél felé jutott a feldolgozottság abba a szakaszba, amikor már látszott, az 5-ös számú egyéni választókerületben élőket a továbbiakban is Bodó Sándor fogja képviselni az országgyűlésben. Bodó Sándor Hajdúszoboszlóról érkezett Püspökladányba, ahol már családtagok, pártársak, szövetségesek és szimpatizások várták, hogy gratuláljanak a sikerhez. A képviselő természetesen rövid beszédet is mondott, melynek központi gondolata a köszönet volt. Látjátok, elképesztő méretű győzelmet arattunk országosan, de ami még fontosabb, vagy ugyanilyen fontos, hogy ti, mi is hozzátettük, amit lehetett. Nyilván tegnap előtt még nem így gondoltuk, ma már olyan természetesnek tűnik, de gondoljatok mindig vissza arra, hogy mennyi munka van emögött, meg mennyien segítettek abban, hogy idáig juthattunk. Kérlek, adjátok át nekik is a köszönetemet, és hát a munka az mindig itt lesz velünk, mert mi csak olyanok vagyunk, hogy itt vidéken szeretünk dolgozni, és kívánom, hogy legyen eredménye Püspökladányban még több, mint ami korábban volt. Nagyon-nagyon köszönök mindenkinek mindent, szuperek vagytok! Természetesen megkértük Bodó Sándort, hogy értékelje a választás eredményét, a sikert. A képviselő a tőle megszokott szerény visszafogottsággal nyilatkozott televíziónknak. Hogyan értékeli ezt a mai napot, hogyan értékeli a győzelmet? Hát most csak örülünk, nyilván az értékelésnek is eljön majd az ideje, de azért nagyon-nagyon meg kell, hogy köszönjem a választókerületben élőknek ezt az óriási támogatást, hiszen én azt gondolom, hogy talán nem is volt ilyen még soha itt a demokrácia történetében, hogy egyetlen párt ilyen mértékű támogatást kapjon, vagy esetleg egyetlen jelölt. Ebben a helyzetben nyilván óriási munkát végeztek a segítőink, támogatóink, és hát bizony volt egy hangos ellenzék, aki mindent föltette erre a lapra, hogy összefognak, bevállaltak politikai alkukat, de lényegében nem tudtak alternatívát kínálni, és úgy tűnik, hogy most ezt a választók is így értékelték. Szóval nagyon-nagyon örülünk, most nyilván még az öröm perceiben nehéz higgadt, hosszú távú terveket megfogalmazni, de az látszik, hogyha egy választókeret valamennyi szavazókörében megvan a támogatottságunk, akkor nagy valószínűséggel jó úton járunk. Természetesen nem elbizakodott tehát ez bennünket, hanem még inkább aktívvá, szorgalmasabbá, és hát a következő időszak majd erről szól reményeink szerint. Mi az üzenete ennek a mai napnak, illetve ennek a győzelemnek?
Hát az, hogy amit eddig végeztünk, az végül is az emberek többségének megelégedettségére szolgál. Én azért kritikusabb vagyok magunkkal szemben, hiszen nagyon sok feladat van. Főleg itt Püspökladányban azért látható, hogy picit lemaradásban vagyunk a többi településhez képest is akár, de én hiszem, hogy 4 év szívós munkájával ez azért beosztható. A tervek, az ötletek, sőt bizonyos értelemben a nyertes pályázatok is megvannak. Most kell még ráerősíteni, amikor ennyien támogatnak bennünket. Bodó Sándor kérdésünkre elmondta, hogy milyen feladatok várnak rá a következő időszakban. A haditerv az, és ebből nem hiszem, hogy engedhetünk, hogy a családdal főzünk egy slambuccot, mert mostanság erre nem nagyon volt idő, sőt semmire nem volt idő, és azt szerintem néhány nap múlva miniszterelnök úr is látni kíván bennünket, arra megkívásra meg nem lehet, és nem is illik nemet mondani. Szóval dolgozunk tovább. A helyi választási iroda vezetője a választást követő kedden nyilatkozott ismét televíziónknak. Keserű Lászlót többek között a szavazás eredményéről kérdeztük. Az egyéni választókerületi szavazás eredménye Püspökladányban mind a 16 szavazókörben Bodó Sándor Fidesz-KDNP kapta a szavazatoknak a többségét. Ezt követően a listás szavazólapok számbavétele történt meg, szintén annak a jelentése, rögzítése, a 16 szavazókörből beérkezett jelentések alapján pedig az volt megállapítható, hogy a listás szavazóköri eredmény Püspökladányban mind a 16 szavazókörben a Fidesz-KDNP pártlistája kapott többségi szavazatot. Keserű Lászlótól megtudtuk, hogy a népszavazás eredményét országos szinten lehet és kell mérni. A leadott szavazatok alapján pedig a népszavazás eredménytelen. Nyilván itt eredményt nem tudok mondani szavazókörönként, hiszen ez országos szinten kerül megállapításra, mint azóta hallottuk a hírekben, az országos népszavazás érvénytelen volt, mert az összes jogosult választópolgár több mint fele nem adott érvényes szavazatot. Ami megállapítható volt egyébként, és szintén a hírekből tudom ezt említeni, idézni, hogy a legtöbb szavazatot a 4 nemes szavazólapok jelentették. A népszavazás tehát érvénytelen volt, az országgyűlési választást pedig 98,84%-os feldolgozottságnál Püspökladányban és az 5-ös számú országos egyéni választókerületben is Bodó Sándor nyerte, a leadott érvényes szavazatok 61,52%-ával. Kis László, az ellenzéki összefogás, tehát a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP, illetve a Párbeszéd jelöltje, az érvényes szavazatok 29,5%-át kapta. Dr. Tóth Sándorra, a Mi Hazánk mozgalom jelöltjére az érvényesen szavazók 7,11%-a voksolt. Tóth Ferenc, a Megoldás mozgalom jelöltje az érvényes szavazatok 0,91%-át, Cifra Levente István, a Normális Élet pártja az érvényes szavazatok 0,74%-át, Sipos Sándor pedig a Magyar Munkáspárt, valamint az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom jelöltje az érvényes szavazatok 0,22%-át kapta. A választás tehát lezárult, egy fontos teendője azonban még maradt a pártoknak, tudtuk meg Keserű Lászlótól. Látjuk még, hogy kint vannak választási plakátok a városban, több helyen. Az a jogszabály előírás, a választási eljárású szóló törvény azt mondja ki, hogy ezeket a választás követő 30 napon belül le kell szedni, el kell vinni, tehát gondoskodni kell, hogy a város megtisztuljon ezektől a választási plakátoktól. Ha valaki nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, akkor az, aki kihelyezte, vagy akinek az érdekében kihelyezték, annak a anyagi terhére ezt az önkormányzat fogja elvégezni. Egyetlen országos kitekintés. A választók akaratából a kormánypárt nyerte a 2022-es országgyűlési választást. Orbán Viktor sorozatban negyedszer, összességében pedig 5-ször alakított kormányt, újfent 2/3-os többséggel.